be kell bizonyítani a homeopátia hatásosságát, vagy a hatástalanságát a Magyar Tudományos Akadémia tagjai szerint. Elindult tehát egy vizsgálatsorozat, ugyanúgy fogják vizsgálni majd a golyókat, mint a hagyományos gyógyszereket. Magyarországon évi 6 milliárd forintos üzletről beszélünk, és ez csak a patikában hagyott pénz, ugye nyilván ennek többszörösét fizethetik ki a gyógyászoknak. Hogy mi volna a hatóanyag, az nagy kérdés sok esetben, mert ugye a hit az nem hatóanyag. Susánszky Bence mutatja meg mindezt. Sebő Zsuzsa gyerekorvos a bevett gyógyszerek mellett hisz a homeopátiás szerekben is. Ugyanakkor elismeri, senki nem tudja, mitől hatnak. Fölírok neked még egy homeopátiás gyógyszert, azt ki kéne váltani, és akkor azt szedni kéne. Jó? A gyerekgyógyászatban 70%-ban vírusfertőzéseket kezelnek. A tényeken alapuló orvoslásban ilyenkor azt mondják, feküdjön a gyerek és sokat igyon. A legtöbb érve a homeopátiás szerek mellett, hogy általuk csökkenteni lehet az antibiotikumok szedését, és nincsenek mellékhatásaik. Ha meggyógyít, akkor bizonyítsuk be. Hát akkor szedje mindenki. A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya egyhangú döntéssel azt javasolja, hogy vessék alá hatásvizsgálatnak a homeopátiás szereket, amelyek Magyarországon forgalomba kerülnek. Ugyanúgy, mint a többi gyógyszert, tesztekkel, kísérletekkel. A kezdeményezés Ausztráliából és Svédországból jött, ehhez csatlakozott most az MTA. Az orvostudomány nem csak egy mélyen elméleti tudomány, hanem egy empirikus tapasztalatokon alapuló tudomány. Van egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy bizonyítékokon alapuló orvoslás. Vannak, akiknek az a dolga, hogy támadja a homeopátiát, és kétségbe vonja ennek a módszernek a működését, ők teszik a dolgukat. Ezt mondta az általunk megkérdezett homeopátiás szakember, a Homeopátiás Orvosok Egyesületének tagja. Szerinte jót tehet az alternatív gyógymódoknak a vizsgálat, meggyőzheti a kétkedőket, de nem mindegy, milyen kritériumok alapján vizsgálódnak. A homeopátia régebb óta létezik, mint a tényeken alapuló orvoslás, és a több mint 200 év csak jelenthet valamit, hogyha fent ott maradni és fejlődött. Vágó István, a Szkeptikusok Társaságának elnöke évek óta küzd azért, hogy ilyen vizsgálat induljon. Azt mondta, a szkeptikusok nem állítják, hogy a homeopátiás szerek hatástalanok, csak azt nem tudni, hogy hatásosak-e. Törvényi szabályozást sürgetnek, hogy egyértelmű legyen, milyen szerről állíthassa egy cég, hogy az hatásos. Ez egy nagy lépés a győzelem felé, mert azért a törvény még nincs meg. A Magyar Tudományos Akadémia állást foglalt, szeretné, hogyha ez a dolog úgy menne, ahogy mi is szeretnénk, de ennek még a törvényesített formája nincs meg. Évente körülbelül 400 milliárd forint az eladott gyógyszerek utáni árbevétele a gyógyszercégeknek Magyarországon. Az adatok szerint ennek 1,5%-át teszik ki a homeopátiás szerek, azaz nagyjából 6 milliárd forint ezeknek az éves forgalma. Ehhez jön még az a pénz, amit a páciensek a homeopátiás gyógyászoknak fizetnek. Erről nincs hiteles adat. Susánszky Bence, 7/24.